Köszönöm szépen, és köszönöm Szabolcsnak a jó felvezetést, és még egy dolgot, hogy videókkal operált, úgyhogy nem lesz lelkiismeret furdalásom, hogy nekem is van egy 4 perces videóm a videóm elején. Szirmai Kristóf vagyok, a Gloster Senior Security konzulense. Emellett most kőkemény Cisco-s kiképzésben vagyok, úgyhogy engedjétek meg, hogy így beszéljek az innovatív hálózati biztonsági megoldásról, és egyébként az innovatív zsarolvírusokról, úgyhogy inkább ezt a mindkét oldalról meg szeretném közelíteni. Ugye vannak a szuperhősök, mint a Superman, és vannak sajnos az antihősök, mint a Ransomman. Most én annak öltöztem, lassan hagyomány lesz, hogy itt mindig valami terméknek öltözöm. Úgyhogy akkor hadd kezdjem a videóval. Lehet, az a kávéz ugyanaz volt, mint a Samsungos videóban, úgyhogy lehet, hogy...
Úgyhogy igazából, amit lehetett látni a videóban, milyenkor mindenki azt gondolja, hogy ugyan már én ennek nem dőlök be, azt kell, hogy mondjam, hogy de az IT érzékeny cégeknél is körülbelül minden második dolgozó rákattint az ilyen, amikor még csak ilyen belső vizsgálat van, rákattint az olyan e-mailekre, amire igazából nem kéne. Sőt, van, hogy 5-6-szor is rákattint, és az IT-sok úgy kell, hogy oda menjenek, hogy szóljanak, hogy létes ne, mert ez most már nem oké. Ugye miről volt itt több minden a videóban, igazából ez spoofing, hogy hogy jutott be, bezsarolta, közben letöltötte, megosztotta, eladta az információt, bent bitcoin, igazából még másik 4 prezentációt lehetne ebből csinálni. De most akkor maradjunk a zsarolvírusoknál. A zsarolvírusok 1989-ben kezdődtek. Itt a PC Cyborg néven fut, igazából ez egy AIDS nevű zsarolvírus volt, ami egy biológus kreálta, úgyhogy vicces, hogy egy biológus operált számítógépes vírussal, még flopping küldözgette, és akkor kellett egy panamai számlaszámra elküldeni a 189 dollárt, úgyhogy ez akkor úgy kezdődött. Egy szponzort elvesztettünk. Itt lehet látni, hogy megjelent az Android, megint csak igazából tényleg a Samsunggal együtt dolgozom a mai napon, és 2009-ben megalakult a Bitcoin, ami egyébként ugye az alvilági és ezeknek a zsarolvírusoknak a fizető eszköze többek között, és ezek látható, hogy az elmúlt 1-2 évben volt az, amikor robbanásszerűen megindultak ezek a zsarolóvírusok, naponta, hetente jönnek ki újabb változatok, és mindenki tudja, hogy 2 héttel ezelőtt meg volt a legújabb, ami még most már az is tud a zsarolóvírusokról, aki eddig csak kötögetett otthon, mert az is bekapcsolta a tévét, és hallott erről a WannaCry vírusról, amikor már nem is kellett e-mailre kattintani, nem is kellett netezni, elég volt, hogyha az embernek nem volt frissítve a Windows-a, és a hálózatban vagy a közelben valaki egyébként elszenvedte ezt a támadást. Az utóbbi 2 nappal ezelőtt olvastam a hírt, hogy elvileg találtak valamit, hogy vissza lehet fejteni, mert prímszámokkal kódolt, és de csak akkor, ha nem kapcsoltak a gépet. Szóval igazából az a baj a zsarolvírusokkal, hogyha az ember elkapja, akkor vagy vissza tud a biztonsági mentésből állni, vagy fizet, amit természetesen egy security cég nem javasol. Viszont hallottam már olyan pletykákat, hogy azt szokták mondani, hogy azért az embernek jó, hogyha van legalább egy bitcoinja, mert néhány szlájddal később el is mondom, hogy iszonyatosan nő az értéke, és egyre drágább lesz. Hogyha most még a családi gépek megúszhatóak 100 dollárból, az lehet, hogy egy hónap múlva 300 dollárból lesz megoldható. Úgyhogy ezek a zsarolóvírusok egyre inkább beférkőznek nem csak a köztudatba, hanem a most már lassulnak a munkájunkon, beköltöznek az otthonainkba, megköltöznek az okos eszközeinkbe, a még okosabb eszközeinkbe. Most sajnos nincsen az a vércukros vagy vérnyomérős kontaktlencsés képem, de és a legokosabb eszközeinkbe is. Úgyhogy, és mi lesz a jövője? Vannak persze okos kenyérpirítók, azokat is meg lehet hackelni. Az igazából nem a zsarolás a lényeg, hogy addig nem tudunk reggelizni. Az igazából egy ugródeszka, hogyha már bejutottak az otthoni hálózatba, akkor már csak egy lépés, hogy elérjenek a fontosabb eszközökre. De akár oda is eljuthatunk, hogy addig nem tudjuk meg, hogy jó hír vagy rossz hír, amíg nem fizettünk valamennyit. Szóval, ha már bitcoinnál tartottunk, ezt a képet tegnap lőttem a bitcoin pénztárcámból, hogy akkor 617 ezer forint volt egy darab bitcoin. 5 perc ezelőtt megnéztem, ez 640 ezer forint volt, úgyhogy az eladás végére lehet, hogy jó befektetés lett volna egyébként vásárolni. Ez egy hónap alatt 74%-os növekedés, de csak egy hét alatt is 23%, úgyhogy... Úgyhogy ezek a kriptovaluták, és vissza lehetne utalni itt a bankos beszélgetésekre, hogy mennyire lehet innovatívan, hogy amikor ezek a kriptovaluták fognak bekúszni, hogy már nem csak forinttal és dollárral lehet fizetni, hanem bitcoinnal és az összes többi társával. Szóval a zsarolóvírusok. Miért jó a zsarolóvírus? Könnyű pénz, hisz a bitcoin lekövethetetlensége miatt ezek egyből a hackerek zsebébe vándorolnak, és egyszerűen nem lehet őket utolérni. Ezeket most már nem is kell a Seychelles-szigetekre elküldeni, hanem azon nagy tranzakcióval lényegében egyből ott van, és ezek a legjövedelmezőbb. Ahogy a videóban is benne volt, ez egy 1 milliárd dolláros veszteséget fog valószínűleg idén okozni alsó hangon. De viszont mivel egyre nő a kriptovaluták értéke, ez még akár több is lehet. Most ilyen számokkal nem mutatnék senkit, hogy 209 millió dollár veszteség, blablabla. Bla, bla. Igazából, ami még meglepő, a különböző üzleti modellek. Most már lehet csetelni a hackerekkel, hogy van-e esetleg kedvezmény. Tudja azt, hogy 20 gép van a hálózaton, ami megfertőződött, egy gépet mondjuk egy bitcoinért ad oda, mondjuk 3 napig, mert utána 2-szer annyiba fog kerülni. De hogyha mondjuk mind a 20 gépet szeretném, akkor akciósan 8 bitcoinért meg lehet oldani. Ugye felmerül a kérdés, hogy de és ha fizetek, nincs garancia, hogy visszakom a fájaimat, semmi baj, 3 fájt kiválasztasz, azt visszakapod, akkor láthatod, hogy ez jó.
És igazából az a tapasztalat, hogy az emberek tényleg visszakapják a fájlokat. De ahelyett, hogy fizessünk, inkább azt mondjuk, hogy gondolkodjunk előre, csak hát ugye ez mindig nehéz. Azt szeretnék a hackerek elérni, hogy ez igazából elégedett vásárló legyen mindenki. Hogyha valaki fizet, mert egyszer megkapta, hogyha még egyszer fél év múlva vagyunk, hogy benyalja az újabb változatát, megint fizetni fog, hisz tudja, hogy működött. Tavaly novemberben volt egy osztrák szálloda, aki zsarolóvírus után azt mondta, nem tudta az új szobákat kiadni, nem tudta új kulcskártyákat készíteni, és utána átállt a kulcsos rendszerre. Később kiderült, hogy ez már a harmadik zsarolóvírus támadás volt, és utána mondták azt, hogy köszönjük szépen, elég nagyon sokba került ez neki. Úgyhogy ez tényleg működik, az elégedett vásárló elve. Vannak alternatív megoldások persze, hogy az konkrétan megtörtént, hogy most itt ez a WannaCry miatt itt elkezdték szentelni a szervereket, hogy hát ha nem lesz ebből komolyabb probléma. Oda is van írva, hogy nem működött, és inkább keresetek meg az eladás után nyugodtan, és beszéljünk róla, mert ez annyira nem jó. Mi az Umbrella, mi az a Cisco megoldás, amiről most szeretnék beszélni? Az Umbrella az régen OpenDNS néven futott, azért fontos megjegyeznem, mert sokszor veszem észre, hogy ez a kettő így nem teljesen tiszta a fejekben. Ez egy DNS alapú védelem, úgyhogy igazából már a lekérés pillanatában megakadályozza azt, hogy akár egy káros, rossz weboldalról megtörténjen valami megérkezés, vagy ha mégis bejutott esetleg egy malware, hogy az kommunikáljon az ő host szerverével. Ugye megakadályozza egy a ransomware bekerülését, megállítja, ha már esetlegben van mégis, hogy command and control kapcsolatot, és így elkezdjen bármiféle aktivitást, észrevenni, hogyha mégis bekerült, már látom, hogy valamilyen botnet vagy malware hálózati kapcsolatot akar létesíteni, de ezt mondjuk jelzi a dashboardon, vagy esetleg a felhasználónak kidob egy ablakot, hogy itt valami probléma van, és féken tartja ugyanúgy, hogyha már bekerült hálózatba, legalább ne terjedjen. Így néz ki egy tipikus támadás, ugye főleg webben és e-mailen érkeznek, több mint 70%-ban ez a két út, ahogy bekerül a hálózatunkba. Ezután ugye átveszi az irányítást és elkezd a host szerverével kommunikálni, kap egy enkriptáló kulcsot, ami által körülbelül fél perc alatt az egész számítógépet, pontosabban csak a rendszerhez szükséges fájlok kivételével az összeset lekódolja, majd utána elkezd minket bezsarolni, és hogyha kifizetjük a bitcoint, akkor visszakapjuk a fájlunkat jó esetben. Miért is jó ez a DNS védelem a zsarolóvírusok ellen? A táblázaton is látszik, hogy szinte az összes zsarolóvírus DNS szinten kommunikál a saját szerverével. Nem tudom, hogy ez, nem vagyok hacker, de hogy ez a megoldás, ez valószínűleg a legkifizetődőbb, vagy a leggyorsabb, vagy a legpontosabb, de tény, hogy ez a Cisco-s megoldás egyedi, úgyhogy valószínűleg azért szeretik ezt a DNS kommunikációt a rossz fiúk, mert nem nagyon van rá védelem. Pontosabban eddig nem nagyon volt, mert ez a Cisco Umbrella pont ezért működik, és ezért hatékony. Vannak ugye különböző Cisco security megoldások, tűzfalak, e-mail security, stb., de nem hiába most csak az Umbrella-ról beszélünk. Itt látszik, hogy már egy kompromitált weboldal megtekintése előtt egyszerűen blokkolja a forgalmat, már azzal se kell foglalkozni, mi van a weboldalon, mert ezek a Cisco-s Umbrella-s DNS szerverek napi 120 milliárd lekérést fogadnak és osztanak vissza. Ezért elég jó képük van, meg képünk van az internet világáról. Tudjuk, hogy mik a jó helyek, a rossz helyek, és azt is tudjuk, hogy egy rossz hely elköltözik egy kellemesebb kerületbe, attól még ugyanaz a bűnöző marad, úgyhogy azt sem engedjük tovább. Vagy hogyha esetleg akár pendrive-on jut be a számítógépünkbe valami, ott is megfogja, hogy ugyanúgy ne kezdjen el kommunikálni. És ugye, amit a videóban is volt, hogy egy ilyen phishing linkkel el lehetett, ugye módosított domain, nem figyelünk arra, azt hiszük, elhiszük, hogy vagy ingyen ebéd, vagy kapunk egy ingyen Samsung telefont, és akkor szeretnénk nyerni, úgyhogy rákattintunk. Úgyhogy nagyon jól látszik, hogy rákattintunk a linkre, egyből megfogja a DNS lekérés. A dashboardon azt lehet látni egyébként, hogy lehet látni egy időbélyeget, lehet látni, hogy ez milyen irányba ment ez a kommunikáció, IPv4 vagy IPv6-os volt ez a lekérés, lehet látni, hogy melyik számítógép okozta, és lehet látni a külső-belső IP címeket. Ami még fontos, hogy ez az Umbrella, ez kommunikál az összes többi gyártónak a tűzfalával, úgyhogy egymással meg tudják osztani a tudásbázist, így hogyha valakinek esetleg nem Cisco-s tűzfala van, de ő tud valamit, hogy az nem jó dolog az interneten, az össze lehet integrálni az Umbrellával, és így ketten együtt kéz a kézben tudják megvédeni a vállalati infrastruktúrát. Úgyhogy lényegében ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen.